áll a szét. Szerepet játszottál, elém is fáradhattál, álmunk szélbe szórtad szét. Miért vonz és miért a szív? Miért kell, ha így fáj? Miért küld el, ha visszahív? Fáradt hangom, csak háttérzaj csupán. Minden mosoly. Tudom, más jelent. Wow, wow, wow. Nem küldhetsz el. Oh, 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 nem. Már más vagy nekem. Minek is játszol, minek is játszol, ha úgyis átlátszol. S az miért vonz és miért a szív? Miért kell, ha így fáj? Ha így fáj, ha így fáj, miért küld el, ha visszahív? Fáradt hangom, csak háttér zaj. Miért kell, ha így fáj? Ha így fáj, ha így fáj, miért küld el? Ha visszahív, 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 visszahív. Fáradt hangod, csak rád érzel. Komoly üzenet! Komoly zenei tudás és ének minden mellett. Köszönjük szépen Berkes Olivér és Závodi Marcell így együtt önöknek. Csak itt, csak most, de lehet, hogy jövő héten is meg kiderül. Karamell? Még a hatás alatt vagyok, nehéz megszólalni. Nagyon-nagyon sok minden szeretnék mondani. Hát így kell rápakolni egy produkcióra, kérem szépen. Szóval... Annyira jó ízléssel nyúltatok a tovább gondoláshoz, az eleje, hogy nem volt vizuál mögöttetek, csak a fények és csak ti, csodás húzás volt. Amit még ki szeretnék emelni, hogy nem tudom honnan szól a vokál, de hú, nagyon-nagyon komoly a vokál szekciótok, egy nagy tapsot megérdemelnek. Hát az éneklés az parádés volt, szóval... Egyszerűen tisztellek, Olivér, komolyan mondom, hogy az alázat, ahogy most ezt, ahogy felkészültél, érezni, hogy annyi munka van benne, a fejhangot így megcsináltad. Az elején volt egy, láttam rajtad, hogy az legelső hangot szerinted nem úgy kaptad el, és látszott is az arckifejezéseden, semmi baj nem volt vele, tiszta volt, dinamikus volt végig, intim volt, behúztatok, ezért volt baromi nehéz megszólalnom most a produkció után, mert egyszerűen a hatás alatt voltam. Marci, nagyon jól vagy, komolyan mondom. Ez az egész zenei világ, amit kitaláltál, gratulálok, fantasztikusan szól, a dalszöveg személyes és megérint és behúz. Imádom ezt a produkciót. Meg kell, hogy mondjam, nem szeretek így kampányon, de nagyon-nagyon remélem, hogy ez a dal benne lesz a legjobb négyben. Köszönjük szépen, Karamell, folytassuk Zsédával. Marci, Olivér, nagyon-nagyon jól működtök együtt, és komoly zenei műveltségre val, hogy ezt a műfajt választottátok, és nem is akárki, a mezőny legfiatalabb versenyzője vagy. És te írtad, produszáltad a dalt. Egy nagyon nagy zicser az énekesnek egy blúzos dalt énekelni, és Olivér, ezt nagyon jól kihasználod. Kicsit fáj ez a cím, nekem bevallom, mert ez számomra egyáltalán nem volt háttérzaj.
Gyönyörű volt a látvány, ahogy felgyulladt a zongora, nem tudom, hogy a tévé képernyők előtt is ezt érték át a nézők, de minket itt nagyon behúzott, ahogy Karamell is mondta. Hú, nem tudom, nagyon-nagyon jó volt. Én most így kiemelném az egész mezőnyből ezt a produkciót, és hát olyan egyetemes érzésekről énekeltek a fiatal korotok ellenére, ami azt hiszem, hogy csak később, idősebb korban ért meg és él át az ember. Gratulálok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, akkor jönnek a pontszámok. Bot Miki. Gratulálok, 9 pont. 9 pont! Nem tudom, Miki adott-e már valaha 9 pontot. Jó, folytassuk, Zséda. 9 pont. 9 pont, Zséda. Köszönjük szépen. Karamell. Azt hiszem, már kitaláltátok, hogy 10-es. 10 pont Karamelltől! És Karez. Egy pillanat. Igen. A táska. Pillanat. Nekem is le kellett nyúlnom a táskáját. 10 pont. 10 pont! Ez 38 pont! És akkor ehhez adjuk hozzá a nézők pontjainak átlagát. Ez 5! Hát akkor adjuk össze ezt a kettőt. 43 pont! Gratulálunk, fiúk! Nagyon rendben volt. Marc, nem is, hogy alacsony. Magasan a legfiatalabb tagja. A résztvevőknek...